történetnek a mostani kötetbe, a Kőszegi polgárokba, a Günzelzeitungról szóló kis elemzésedet választottad, azt írtad meg. Az első kérdésem, hogy miért? Miért éppen ezt? Részben azért, mert szerintem egy kicsit túldimenzionált a Kőszeg és vidékének a története Kőszeg kapcsán. Ugye amikor a Kőszeg és vidéke megindult 1881-ben, akkor ha igazak a hírek, akkor 120 példányban jelent meg, ami nagyon-nagyon elenyésző volt az akkor már létező Günther Anzeiger nevű német nyelvű újsághoz képest. Másrészt pedig azért, mert a Günther Zeitung volt az, amelyik mondhatjuk úgy, hogy sajnos országos hírűvé vált, vagy hírhetté vált azzal, hogy a története hogy ért véget. Szerintem akkor mondd is el, hogy vált országosan hírhetté, aztán majd visszakadott. Tehát az országos jelentőségét akkor kapta, amikor a tulajdonosa, Rónai Frigyes meg akarta szüntetni a lapot, mert már nem volt rentábilis. És ez hányban van? 1938. 1938. És a megszűnés helyett viszont félig meddig tulajdonosváltás történt, ugyanis a német nemzetiségieknek a szélsőséges, magyarországi német nemzetiségeknek a szélsőséges szárnya szerezte meg, amelyek a német harmadik birodalomtól kaptak jelentős anyagi támogatást, és átvették a szerkesztését, amit nagy valószínűséggel már nem is Kőszegen végeztek, hanem Budapesten, és saját harsonájukká tették ezt a lapot. Teljesen megváltozott a képe, a korábbi kisméretű lapocskából egy hatalmas, tényleg két kezet betöltő újsággá vált újra, és képek kerültek bele, a témái teljesen megváltoztak, a korábbi teljesen kőszegi irányultság ból talán két vagy három hasább kőszegi hír maradt, az összes többi részt pedig elfoglalta a nemzeti szocialista propaganda. Na most nyilván ez egy nagyon speciális, itt a másik világháború, vagy éppen azt megelőző, és hát aztán a háború alatti náci politikai környezet az, amiben ugye ezt az újságot értelmezni kell akkor, de ettől függetlenül is azért a német nyelvű sajtónak külszerűen volt jelentősége, hiszen ez a város, ez félig volt csak magyar, másik részében viszont német anyanyelvű, úgyhogy nyilván itt ennek van jelentőség, és az is teljesen jogos, hogy azt mondod, hogy viszont a Kőszeg és vidéke az, ami most már nagyobb figyelmet kap. Nyilván azért, mert ma meg mindenki azt olvassa, éppen archaikus sajtóterméket akar olvasni. De beszélj egy picit az előéletéről itt a német sajtónak, tehát ami a 19. században indult. Ez abból a szempontból érdekes, hogy a 19. század első felében indult az első lap indítási próbálkozás, ami a dunántúli kerületi tábla itt dolgozó nemeseire és az ideérkező nemesekre próbált volna hagyatkozni, az ő érdeklődésüket felkelteni, de már abban is felesben, vagy pontosabban úgy mondom, hogy váltakozva voltak magyar és német nyelvű cikkek, legalábbis a próbanyomat, az első próbanyomatos lapban. A következő próbálkozás 1867-ben szintén német nyelvű lett volna. Ez a Hienze Blatt címet akarta viselni, azonban ez sem sikerült. Hozzá kell tenni, hogy ez a Hienze Blatt, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a környéken élő német anyanyelvűeket hívták hienceknek, és nekik szólt volna az újság. Aztán 1874-ben, amikor végül összejött az első lap alapítása és kiadása, akkor az viszont már inkább a kőszegiekre
hagyatkozott. Már csak azért is, mert az 1880-as népszámlálás, amely először kérdezett rá az anyanyelv használatra, az kimutatta, hogy a kőszegieknek több mint 94%-a tudott magyarul, tudott németül, és a több mint 50%-uk viszont magyarul nem értett. Tehát sem írni, sem olvasni, de még érteni sem értett. Tehát látható, hogy a német anyanyelvűek túlnyomó többségben voltak. Tehát ő rájuk alapozott az Anzeiger, ami aztán később felvette a Günther Anzeiger nevet, ezzel is jelezve, hogy igazából a kőszegiek ne szól. 1881-ben sikerült az első magyar nyelvű sajtóterméket kiadni, ez volt a már említett Kőszegés vidéke, amelynek mintegy párhuzamos lapjaként a következő évben hozták létre a Günther Zeitungot. Ezt a lapot nagyon sokáig lenézték, azért, mert, ahogy mondtam, ilyen másodlap volt, úgy fogalmaztak vele kapcsolatban, hogy a magyar nyelvű cikkeket csak lefordították német nyelvvel, és ezt adták a közönség elé. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy nem volt jelentősége ennek, mert a kőszegés vidékénél csoportosuló értelmiségiek arra hagyatkoztak, hogy német nyelven próbálják elérni és magyarosítani, magyarosodni akarni a német nemzetiségűeket. A Günther Anzeigernek a további sorsára az jellemző, hogy tulajdonképpen egy belső ellenzék volt itt a városon belül, tehát ne a kőszegés vidéke és a Günther Zeitung mindig a városi hivatalos irányvonalat képviselte, azokat a híreket közölték, amit a város vezetése kötelezte vagy kérte őket. A Anzeiger pedig megmaradt az igazán német identitásúak lapjaként. A első világháború elsodorta őket, az akkori politikai válság következtében kénytelen volt egyesülni a Günther Zeitunggal. És innentől már csak két lap maradt Kőszegen, a Kőszegés vidéke és a Günther Zeitung, ugyanannál a kiadónál, ugyanazokkal a szerkesztőkkel, egészen az említett 1938-as fordulatig. A Günther Zeitung olvasók közönségéről vajon lehet valamit sejteni? Tehát itt ez azért inkább a városnak a német nyelvű polgárait jelenti, vagy azért úgymond a magyar anyanyelvűek között is volt olyan, aki olvasta, mert esetleg arra számított, hogy megtud olyat, amit a kőszegés vidékén. Nem jellemző. Eleve nem is próbálták meg célozni ezt a közönséget. Inkább a vidék felé tendáltak. Ennek a jó példa 1919-20-21-es időszak, amikor a osztrák Anschluss, most nem a német birodalomhoz való csatlakozást kell ezen érteni, hanem a magyarországi nyugati vármegyék egy részének az Ausztriához csatolását, amikor a magyar kormányzat jelentős szubvenciót adott a Günther Zeitungnak, 1500-2000 példányban adták ki, pont azért, hogy a vidéken terjesszék a magyar kormányzatnak a híreit. Elég vicces azért, amikor egy német nyelvű lapon, már oldalon látsz egy olyan hirdetést, ami úgy hangzik, hogy minden ajtó kinyílik az új 1938-as Philips rádiók előtt,
majd a nevük is szerepel a rádiók alatt, York, Windsor, stb. Majd ezt megmutatjuk, ezt a képet, hogy vajon ez hogyan hat? Hát ez annak a példája, hogy másodlapja volt a Kőszegés vidékének, tehát az ott megjelenő magyar nyelvű hirdetéseket egy az egyben áttették a Günszerzeitungba, tehát nem foglalkoztak azzal, hogy lefordítsák. Illetve hát ez a évfolyam, amit lapozgatsz, ez már a 1937-es, tehát akkor az anyanyelvi, illetve a nyelvismeret megfordult, tehát akkor már a magyar tudás az jóval elterjedtebb volt, mint mondjuk 30 évvel korábban. Ez, úgy látom, itt a rádió az nagyon népszerű, most találtam egy másikat, egy Petőfikét mellett még nyílnak a völgyben a kerti virágok, de már hűvösek az esték és jól esik szobánkban külföld levő York rádiókkal szórakozni. Ez hasonlóan eredeti hirdetés. Mi a történet vége? Tehát a Günszerzeitung vége. Hát a Günszerzeitung vége az elég bonyodalmas, ugyanis 1938-ban új sajtótörvény lépett életbe. Ennek kapcsán újra kellett volna engedélyt kérnie az összes lapnak, amelyik megjelenni óhajtott, vagy fennmaradni óhajtott, és ezt a Kőszegés vidéke, illetve a Günszerzeitunggal kapcsolatban nem tették meg. Részben azért, mert a kiadó szerkesztő Rónai Frigyes meghalt, és ezért tolódtak a dolgok. Ugyanakkor a német szerkesztőség sem vette magának a fáradtságot, hogy ezt megtegye. Valószínűleg azért, mert arról nem beszéltünk, hogy azért kellett a Kőszegés vagy a Günszerzeitungot megszerezniük, mert saját lap engedélyhez éppen az új törvény kapcsán nem juthattak, ezért egy meglevő lapot próbáltak a saját szekerükbe fogni, és közben viszont megváltozott a politikai széljárás, a magyar kormányzat kiegyezett a német birodalommal, és közben létrehozták a Volksbundot, amelynek aztán lehetett új lapja, és ezután már nem volt szükség a Günszerzeitungra, és 1938. december 31-ével be is fejezte a pályafutását. Az már csak egy külön érdekesség, hogy a Günszerzeitung bukása magával rántotta a Kőszegés vidékét is. Tehát mivel nem újították meg a lapengedélyt, ezért betiltották a lapot, és következő év februárjában újságot kellett alapítani, ez lett a Kőszegi Hírek. Ami aztán 1945-ig működött, és hát 44-ben, illetve 45 elején szolgálta az éppen aktuális hatalmat. Igen. És még azt hozzá lehetne tenni, hogy tulajdonképpen ez a Volksbund alapú Günszerzeitung jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy olyan viszonyok legyenek Magyarországon, amelynek végén 1946-ban a Volksbund tagokat, illetve német érzelmű kőszegi polgárokat kitelepítették Magyarországról. Igen, ez a történetnek talán a legsúlyosabb Következménye. Igen, köszönöm szépen.